Szerintem ideológiai oktatás nem lesz, hanem... Még a szocializmus idején sem tudtak ideológiát csempészni a műszaki és orvostudományi képzésekbe Palkovics László szerint, ezért most sem számít erre. Az innovációs és technológiai miniszter a Hír TV-nek adott interjúban azt mondta, a Fudan olyan egyetem lesz, mint bármelyik angol felsőoktatási intézmény. Szerinte nem igazok azok a bírálatok sem, hogy titkosszolgálati célokat szolgálna az egyetem. Magyarország egy nyitott ország, a gazdaságunkat, ha megnézzük, a külföldi cégek alapvetően meghatározzák, tehát ha valaki titkosszolgálati tevékenységet akar végezni, az nem egy egyetemet kell létrehozni, ez macerás is, meg bonyolult is, meg drága is. Másként látják ezt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ellenzéki tagjai, ezért a testületben a minisztert is meghallgatnák. Néhány órával a Palkovics László interjú előtt a Kínai Népköztársaság elnöke az ország egyik egyetemén azt mondta, a kínai egyetemeknek arra kell törekedniük, hogy a szocialista eszméhez hű új generációt képezzenek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium híradónkkal azt közölte, a kínai elnök legutóbbi nyilatkozatában az oktatási kulturális együttműködés és tapasztalatcsere erősítését emelte ki. Hozzátették, Gyurcsány Ferenc és a baloldali pártok most azt ellenzik, amit korábban támogattak, a felsőoktatási együttműködés erősítését. A Demokratikus Koalíció szerint a kormány egy kínai káderképzőt akar Magyarországra hozni, amelynek a marxizmus-leninizmus terjesztése a célja. Erre pedig szerintük nincs szükség. A 2022-es kormányváltás után minden erővel meg kell akadályozni a kínai egyetem megépítését. Körülbelül szeptember-októberben bonyolítható le. Ferencváros polgármester már hamarabb akadályt gördíten elé. Kerületi és fővárosi népszavazást kezdeményeznek ugyanis. Itt egyértelműen a tulajdon átadására vonatkoznak a kérdések, hiszen a három Fudam ütem területének több mint az 50%-a a Ferencváros önkormányzatának a tulajdona. Itt erre fogunk rá kérdezni, a fővárosi kérdésekről pedig most folynak az egyeztetések. A polgármester szerint a kormány akkor sem vehetné csak úgy el a területeket az önkormányzattól, ha kiemelt beruházásnak minősítenék az egyetem felépítését.